Sziasztok, Berki Krisztián vagyok, olimpiai bajnok, és nézzétek ti is a Zene Show TV-t. Péntek este hazaérkezett a magyar válogatott a tromzői sakkolimpiáról, ahol második helyen végzett a nyílt kategóriában. A játékosokat családtagok és szurkolók serege várta, hogy együtt ünnepeljenek a 12 év után újra ezüstérmes együttessel. A sikercsapat egyik tagja Polgár Judit volt, aki úgy ült asztalhoz, hogy tudta, utolsó partiját játsza, hiszen a visszavonulás mellett döntött. Semmivel nem játszottam másképp ezt az olimpiát, nagyon néztem már az első forduló elé, hogy kezdek bemelegedni a gyengébb játékosok ellen, tehát nem volt ilyen. Amikor kijött, megjelent az újságokba, akkor nekem is azért valahol újdonság volt. Horváth Tamás szövetségi kapitány vezette válogatottnak nem volt könnyű dolga, hiszen az utolsó fordulóban az ukránok ellen legalább döntetlent kellett elérni a csapatnak, hogy esélye legyen az éremre. Ez sikerült is, de 2-2 után jó ideig nem lehetett tudni a pontos végső sorrendet a speciális pontszámítás miatt. Volt egy hivatalos zárás, az elhúzódott 10:30-11. Bocsánat, csak fordítsuk meg. És akkor utána elmentünk egy pizzériába, mert nagyon jó volt az ellátás, tehát nem azért, mert éheztünk, hanem már pont az hiányzott, hogy ne az a halas mindenféle pult legyen ott. Elbeszélgettünk, utána fölbontottam a pesgőt, amit már előre megvettem, csak nem mutattam meg, mert mondom, hát ha rosszul sül el. És a hajnali 3-ig el voltunk azért, de tényleg visszafogottan, szolidan. Hát reggel ugye föl kellett kelni, aztán csomagolni, jönni. Az utolsó partit Balogh Csaba játszotta, neki hátrányosabb állásból kellett legalább Remit elérnie. A 27 esztendős nagymester az egész magyar csapat legjobbja volt, és nem csak a hősiesen megvívott küzdelem miatt. Nyilván így, hogy nekem jutott az utolsó, a három döntetlenbe volt írva, és tudtam, hogy rajtam múlik most az egész meccs. A döntetlent el kell érnem a rossz állásból, rosszabb állásból, rosszabb, de tartható állásból, és az ellenfélnek mindenáron meg kell nyernie ahhoz, hogy érmes legyen Ukrajna, és hát nyilván ők, mint második kiemelt csapat azért jöttek, hogy érmesek legyenek. Tudtam, hogy ő is mindent meg fog próbálni, de azt is tudtam, hogy ha jól tudok védekezni, akkor ki fogom tudni tartani a döntetlen, de nagyon szívósnak kellett lennem, és az ellenfél nem is tudom pontosan 80 lépésen keresztül próbálkozott nagyjából, és végig jól meg tudtam szerencsére tartani a hidegvéremet. A feszültséggel teli napot egy váratlan esemény zavarta meg. Az egyik Seychelles-szigeteki versenyző szívrohamot kapott és elhunyt. Sajnálatos módon az orvosért kiáltozók szavait félrehallották, s többen azt hitték, hogy bombariadó van. Így sokan felálltak az asztaltól és menekülni kezdtek. Bár hamar világossá vált a szituáció, a történtek többeket megzavart. Amikor bementem, akkor hirtelen láttam, hogy valaki rosszul lett, még én szóltam a biztonsági őrnek, hogy a mentőket kéne hívni, addigra már utána ott volt, másik irányból jöttek. Ahogy mentem tovább a terem másik felébe, hogy közeledtem a Csaba játszmájához, amikor odaérkeztem, akkor láttam, hogy senki nincs a táblánál, és viszont láttam, hogy a táblán még egy más állás van, tehát biztos, hogy még játszanak. Ez azért volt, mert ahogy utána hallottam, én láttam, hogy mi történt, tehát így én nem voltam annyira ideges, sajnáltam a szituációt, de tudtam, hogy mi történt, de nagyon sokan pánikba estek és kirohantak ezért. És amikor visszajöttek, akkor azért eléggé kizökkent a Csaba, mert az újraélesztő gép volt, azért csipogások voltak a háttérbe, ami láttam a Csabán, hogy azért kellőképpen zavarja. Az első olimpiáján Rapport Richard nem utazott haza a csapattal, mert csak készség egy ilyen kimerítő verseny után is csillapíthatatlan. A 18 éves játékos, aki Horváth Tamás szerint hamarosan felnő Rékó Péter mellé, s a válogatott húzóembere lesz, Tromzőből egyenesen Rigába utazott, ahol rangos nemzetközi tornán vesz részt.